Kedves vendégeink, az az iskola hagyománya, hogy a 12-esek a ballagási ünnepséget mindig azzal kezdik, hogy megkoszorúzzák a Petőfi fél dombozművet. A 12. A osztály részéről koszorút helyez el Kis Linda és Sarkadi Zoltán. A 12. B osztály koszorúját elhelyezi Szilágyi Viktória és Erdélyi János. A 12. C osztály nevében koszorúz Kovács Andrea és Balogh Jenő. Szűcs Marianna, 12. B-osztályos tanuló szavalata következik. Petőfi Sándor, honfidalm. Tied vagyok, tied hazám e szív e lélek, kit szeretnék, ha tégedet nem szeretnélek. Szentegyház keblen belseje, oltára képed. Te állj, s ha kell, a templomot eldöntöm érted. S az összeroskadó kebel végső imája, áldása Úrra, Istenem áldása rája. De én nem mondom senkinek, ki nem kiáltom. Legkedvesebben, hogy te vagy a nagyvilágon. Titkon kísérem útjaid, s midőn egyre híven, nem mint az árnyék utazó, csak jó időben. De mint az árnyék nő, midőn az est közelget, nőkú, ha sötétedni kezd hazán fölötted. És elmegyek, hol híveit pohárt emelve, a sorstól új fényt estenek szent életedre. S kihajtom egy cseppig borát a telt üvegnek, bár keserünk, mert könnyeim beépelednek. Most pedig ballagjunk el együtt az ünnepség színhelyére. Amen.
Küszöbről a vénddiák még egyszer visszanéz. Még egyszer felméri azt az utat, amit eddig tett meg, és amikor ez a felmérés történik, akkor felsejlennek előtte és előttünk az első lépések botladozásai, a szülőbe, a támaszba kapaszkodó tekintet és kéz, aztán az iskolai napok, amikor a tanítónéni segítségével kinyílt a betűk világa, és azok a napok, amikor ezek a betűk már komoly tudományt közvetítettek feléjük. És mikor mindez végigpergett, akkor már azt látjuk, hogy sorakoznak is előttünk, hogy elballagjanak az oltalmat adó iskolafalai közül,
elballagjanak és elinduljanak a rájuk váró élet felé. Felsorakozott előttünk a 12. A osztály 27 tanulója, akik közgazdasági szakmacsoportban végeztek. Köszöntöm őket, és köszöntöm osztályfőnöküket, Becske Izabella német szakos tanárnőt, aki 4 éven át vezette ezt az osztályt. Köszöntöm a 12. B osztály 32 tanulóját, ők is közgazdasági szakmacsoportban végeztek. Köszöntöm osztályfőnöküket, Tóth Béláné tanárnőt, angol szakos tanárt, aki 4 éven át vezette szintén osztályát. Köszöntöm a 12. C osztály 30 ballagóját, akik kereskedelmi marketing ágazaton végeztek. Köszöntöm osztályfőnöküket, Nagy Tibor Zoltánné Harsányi Zsuzsanna tanárnőt, kémia, informatika, matematika szakos tanárt, aki 4 éven át osztályfőnöke, vezetője, szervezője volt ennek a közösségnek. Köszöntöm minden vendéget, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Lengyel János urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, köszöntöm Tilki Attila alpolgármester urat, és köszöntök minden intézményvezetőt, gazdasági üzemek vezetőit, mindazokat, akik megtiszteltek bennünket, és eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek velünk, a szülőkkel és a ballagókkal. Ezennel ballagási ünnepségünket megnyitom. A ballagó 12-esek nevében verssel búcsúzik a társaktól, a tanároktól és az iskolától Czenki Beáta, 12. C osztályos tanuló. Abszolút beszélek, megtanulok. Amíg ő szép is volt a múlt, s az emlék éles, mint a méz. Vissza ne néz. Amíg el is kérgedett a munka során két kezed, ki hátra fordul, rég tudott, az átkozott. Áldott, aki előre néz. Szellő szemekbe gyögyörész. Forró a föld, piros a menny, előre menj. Míg a jövendőnek bírod szögezni márvány homlokot, nincs az itt aludozni miért. Mi jön nekiért? Régi bölcsesség, amivel réges-régen megírva már szíved piros redőiben, de nem pihen. A rejtelmes sedők alatt izzik az élő gondolat, amely öröktől örökké munkálkodik. Erre egy és tárcével fogadd, amit diktál a pillanat. Cselekedd, ami rajta áll. Nincsen halál. A szallagkötés következik. Hagyománya az iskolának az, hogy a búcsúzó osztályok az osztályt jelképező szallagot felkötik az iskola zászlóra. A 12. A osztály nevében szallagot köt az iskola zászlóra Újhelyi Anett és Zsezsenyák Ferenc. A 12. B osztályt jelképező szalagot felköti az iskola zászlóra Rácz Tibor Zoltán és Rostás Tímea. A 12. C osztály szalagját felköti az iskola zászlóra Botos Emese
és Szilágyi Gábor. A 11. osztályosok nevében elbúcsúzik a ballagóktól Sira Tamás 11. C osztályos tanuló. Kedves búcsúzó diákok! A mai nap valamennyiünket szomorúsággal és egy kis örömmel tölt el, hiszen az iskolánk padjait 4 éven keresztül koptató diákok ismét ballagnak. Elindultok a küzdelmekkel, kihívásokkal teli úton, amelyen már mindenkinek önállóan, felnőttként kell helytállnia. Talán most sokan könyvbelábadt szemmel, remegő lábakkal álltok itt, visszarévedve a múltba, a bennetek lévő, szívetek mélyén őrzött kincsekre gondolva. A kezdeti nehézségekre, amikor bizonytalanul és megilletődötten léptetek be az iskola kapuján, és az együtt töltött hosszú évekre. Az osztálykirándulások feledhetetlen csintevései, az iskolai rendezvények, a farsang, az első savató, a diáknak mind-mind belevésődött emlékezetetekbe. Mindegyik őtöket erőszálak fűzik az iskolához. A Petőfi falai között barátságok, szerelmek szövődtek, amelyektől nehéz most elszakadni. A búcsúzás mindig szomorú, de egyszer ennek a pillanatnak is el kellett jönnie. Bár most új útra indultok, és sok új baráttal gazdagodtok, azért gondoljatok ránk is néha. Mi mindig örömmel emlékszünk vissza rátok. És hogy mit visztek magatokkal innen? Tanáraink gondoskodását, és diáktársaitok szeretetét, amely végig elkísértiteket utatokon. Bölcsességet és tudást, amellyel reméljük sikeresen adtok számot az érettségén. Azt tudnotok kell, hogy az iskola kapuja számotokra mindig nyitva áll, és tárgykarokkal várnak itt benneteket. Mi még éretlenek vagyunk, ti már nem sokáig. Mégis azt kívánjuk nektek, bármilyen gond, probléma akad utatokba, mindig iskolánkhoz méltóan cselekedjetek, bárhová is vett titeket a sors. Az álmaitokat pedig soha ne hagyjátok veszni, ragadjátok meg, és valósítsátok meg önmagatokat. És végezetül Tóth Árpád szavaival búcsúzunk tőletek. Fény vagy te is, lobogj hát, melegíts és éges, hinned kell, hogy a világ te veled is ékes. Az iskola zászló jelképezi mindazt a hagyományt, mindazt az értéket, ami a több mint 6 évtized alatt ebben az intézményben megteremtődött. Jelképesen a zászló őrzője mindig a végzős évfolyam. Most ezt a zászlót ők adják át a következő generációnak. A 12-es ballagók nevében a zászlót átadja Takács Renáta 12. A, Bodó László 12. B és Kicska Márta 12. C osztályos tanuló. A 11-esek nevében átveszi a zászlót Kovács Tamás 11. A osztályos, Pável Renáta 11. B osztályos és Kis Eszter 11. C osztályos tanuló. A végzős évfolyam nevében a zászlót átadom nektek, kérlek titeket őrizzétek meg és öregítsétek kérdelét.
11. osztályosok nevében az iskolazásút átveszem, az intézmény jelképét, és társaim nevében fogadom azt, hogy a több mint 60 éves iskolánkhoz méltóan fogjuk megőrizni. A ballagók nevében búcsú beszédet mond Szabó Zsuzsanna, 12. A-osztályos tanuló. Tisztelt vendégeink, tanáraink, diáktársaink. Találkozás és búcsúzás. Az élet ennyi csak. Valaki jön, valaki megy, és az emlék megmarad. Találkozás és búcsúzás. Ennyi lenne csupán? A kettő között eltelt idő. Az idő, amit együtt eltöltöttünk, az semmit nem jelent. Emlék maradna csupán? Nem, sokkal-sokkal több. Találkozás és megismerés, öröm és bánat, siker és kudarc, boldogság, boldogság, boldogság. Az ifjúság öntudatlan öröme, a tanulás keserű gyökerének édessé érő gyümölcsen. A bennünket körülvevő szeretet, törődés és gondoskodás, emberség és tisztesség. Az évek során kötött barátság, a kedves emlékké szelídülő sok-sok megpróbáltatás, az éveknek tűnő fárasztó órák és a percekké zsugorodó évek, mert visszatekintve pillanatnyilag tűnik a mindig. A tapogatózó kisdiákból itt lettünk felnőttek, vagy legalábbis majdnem felnőttek. Magabiztosan a legnagyobbaknak, a legidősebbeknek, a legtájékozottabbaknak hittük magunkat. És most valami furcsa felszmatoszkál újra bennünk. Előttünk egy új küszöb. Kicsit szélesebb, kicsit magasabb, mint a régi. Merjük-e átlépni? Át tudjuk-e lépni? Mi vár a küszöbön túl? Ki vár a túloldalon? Elhagyjuk az otthon meleg fészket, az ismerős falakat. Itt hagyjuk a megkedvelt tanárokat, iskolatársakat. A közös sorsú, együtt lélegző mozduló osztálytársaink hamarosan új közösség más értékrendjéhez igazodnak. Emlék maradna csupán a 4 év? Nem, sokkal-sokkal több. Lemoshatatlanul és kitörölhetetlenül rajtunk, bennünk maradtak a nyomok, beépültek egyéniségünkbe a bennünket ért hatások. Minden tanárunk alakított rajtunk. Ki szerető szigorával, ki kedvességével, ki könyörtelen racionalizmusával, ki humorával, s valamennyien a tanítani akarás és tudás elkötelezettségével. Hálásak vagyunk a ránk áldozott időért, munkáért és érzelmekért. Végzős diákként állunk a közönség előtt, bennünket ünnepelnek. Nem állhatnánk ezen a helyen szüleink támogatása nélkül. Ők vigyázták első lépteinket, óvtak gyermekkorunkban, s viselték kamaszkorunk rettenetes voltát. Ők azok, akik mindig mellettünk állnak, feltétel nélkül szeretnek. Viselik neveltetésünk és tanítatásunk anyagi terheit. Bánatunk nekik is fáj, örömünk őket is örvendezteti, sikerünket fizetségként értékelik. Őszinte hálával tartozunk nekik. Iskolatársaim, mi búcsúzunk és elmegyünk. Talán nem tűnünk el nyomtalanul az életetekből, talán gondoltok majd néha. Kívánjuk, hogy teljék sok örömötök a hátralévő években. Próbáljátok megtalálni mindenben a jót, a szépet, és gyűjtsetek sok emlékezésre érdemes emléket az iskola falai között. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz elmenni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen torokszorító tud lenni a búcsúzás. Megpróbálom Nagy László szavaival vigasztalni magamat, magunkat. Töröld le a könnyedet.
Kísért szemedben mosoly legyen és derű. Minden nap kezdődik valami. Valami nagyszerű. Valami gyönyörű. Kedves vendégeink, felkérem Macsi Gyula tanár urat, iskolánk igazgatóját, tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves Balagó diákok, kedves vendégeink! Teljesen természetesen, előre meghatározott időben és módon érkeznek el azok a kiemelkedő események, amelyek jelentős állomásai életünknek, és ezért felejthetetlenek maradnak számunkra. Egy ilyen ünnepi alkalom részesei vagyunk most, kedves Balagó diákok, immár volt 12-esek. Ez az az esemény, amikor az ilyenkor szokásos módon búcsút vesztek az iskolától, egymástól, tanáraitoktól, itt maradó volt diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltetek, tanultatok az itt eltöltött 4 év alatt. Mit adtak, mit jelentettek és jelentenek számotokra ezek az évek? Mit és milyen értéket visztek innen magatokkal az előttetek álló hosszú útra jelképesen és valóságosan? Milyen emberekké váltatok, és egyáltalán megérte ebbe az iskolába járnotok? Ezekre a kérdésekre most még csak részben tudjátok, vagy sejtitek a választ. Az elmúlt években jelent meg egy új pedagógiai fogalom, a hozzáadott érték. Ezt a kategóriát korábban csak közgazdasági összefüggések leírásakor használták, amely az iskolák pedagógiai munkájának értékelésekor igyekszik figyelembe venni az, hogy milyen képességű, előképzettségű, családi hátterű, szociális helyzetű tanulók járnak az adott intézménybe. A hozzáadott érték azt méri, hogy mennyire képes az iskola, a nevelőtestület az elvárhatónál magasabb szintre eljuttatni diákjait. A legutóbbi ilyen jellegű, szigorúan objektív módszerekkel végzett vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az ország szakközépiskoláinak rangsorában iskolánk a 19. helyet foglalja el. Úgy gondolom, erre az eredményre joggal lehetünk büszkék. Engedjék meg nekem, hogy a hozzáadott érték fogalmát kissé önkényesen, tágabban és szélesebb körben értelmezzem, mint eredményességi és szociokulturális mutatókból kiszámítható számot, mérhető adatot. Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, hogy értékeket kíván megőrizni és továbbadni egy olyan világban, ahol sokszor az értékek tudatos megsemmisítése, nevetséges tétele, relativizálása folyik. Meg szeretnénk óvni benneteket, kedves fiatalok, az alattomosan és egyre jobban terjedő szellemi környezetszennyezés veszélyeitől, melynek pusztításai beláthatatlan méretűvé válhatnak, ha nem vesszük kellőképpen komolyan ezeket, és nem küzdünk ellenük megfelelően. Amikor a kereskedelmi médiában sokszor az emberi együttélés legelemibb szabályait meghatározó értékeket, mint a tisztesség, a becsületesség, a megbízhatóság, az áldozatkészség is el akarják tüntetni, óriási veszélynek vagytok kitéve. Elkeserítő számomra arról olvasni, hogy a kereskedelmi televíziókban sugárzott embertelen és megalázóan alacsony nívójú úgynevezett reality show milliókat vonzanak a képernyők elé, messze megelőzve az utóbbi évek talán egyetlen pozitív importból származó országos játék az olvasás, az irodalom szeretetére ösztönző műsor nézettségét. Őszintén remélem, hogy az eltelt 4 évben nem csak ismeretekben, készségekben, tudásban gyarapodtatok, hanem sikerült felvértezni magatokat a külső világ értékeket romboló, cinikus és gyakran méltatlanul alacsony szintre süllyedő hatásaival szemben. Adi szavaival. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. Kedves Balagó, életetek egyik legszebb szakaszában jártok. Ez az az időszak, amelyre talán egész életében a legintenzívebben emlékszik vissza az ember. Kölcsei írja. Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, amelyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátjainkban leltük fel az egész világot. Attól izgalmas ez az időszak, hogy tele van lehetőséggel és egyben kihívásokkal. Az Európai Unió polgáraiként kinyílt előttetek a világ. Iskolatársaitok néhány héttel ezelőtt franciaországi tanulmányúton vettek részt, egy hónap múlva diákokból és tanárokból álló küldöttségünk utazik Walesbe, készítjük elő a következő tanév spanyolországi és németországi látogatását. Talán nem tűnik nagy képűségnek, ha azt mondom, a fehérgyarmati Petőfi Sándor közgazdasági szakközépiskola is megérkezett az Európai Unióba. Azonban úgy érjetek ezekkel a lehetőségekkel, hogy soha ne feledjétek. Haza csak egy van. Bárhol lesz, legyetek a világban, viseljétek büszkeséggel magyarságotokat. Az előttetek álló kihívások sem jelentéktelenek. Az első már hétfőtől vár rátok, amikor az új típusú, kétszintű érettségi vizsgákon kell bizonyítanotok, hogy tisztességgel felkészültetek életetek első, igazi, nagy próbatételére. Őszintén remélem, hogy valóban bizonyítottok is. Elsősorban természetesen magatoknak, hogy igenis, képesek vagytok nagy feladatokra, bizonyítottok szüleiteknek, akiknek talán így hálálhatjátok meg leginkább, hogy féltő gonddal, szeretettel egyengedték a 4 év alatt útjaitokat, és bizonyítottok tanáraitoknak is, hogy a közösen elvégzett sok munka meghozza méltó gyümölcsét. Kedves fiatalok! Amikor a vizsgák végeztével elhagyjátok ezt az iskolát, tudnotok kell, hogy a kapunk mindig nyitva áll előttetek. És nem csak az eljövendő osztály és öreg diák találkozók alkalmában. Ti ehhez az intézményhez hozzátartoztok. Ide hazajöhettek, bárhova sodorjon is benneteket az élet. Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha. Remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, és meg nem találni. Ez az élet. Írja a pessimista madács. Látva fiatalságotokat, ismerve lehetőségeiteket, bízva a céltudatosságotokban, én hiszem azt, hogy az életben ti megtalálhatjátok, és remélem, hogy meg is találjátok a jót és a szépet. Megköszönöm az igazgató ünnepi beszédét. A 11-esek nevében verssel köszönti a ballagókat Túróci Réka, 11. A-osztályos tanuló. Kis Kálmán, szonett ballagóknak, néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly, a virág, körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diát, most jelképezze zöld májusát. S halljuk, reménytől szívetek, hogy üttet. Szép lassúsággal búsan szól az ének. Föld fölrepülve, leszáll, tétováz. A sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát. Elsápadva a messzeségben néztek, szívetekben felszeng, hogy tovább. Tisztelt ballagók, kedves vendégeink!
A ballagási ünnepségnek mindig az egyik legkellemesebb és legszebb pillanata az, amikor a ballagók legjobbjai átveszik az iskola kitüntetéseit, díjait. Tudnunk kell azt, hogy ezek a tanulók már vettek át az osztályban is díjat, ajándékot, átvették tanulótársaiktól kapott emlékeket, átvették a Kölcsei Társaság ajándékát, a Paraidésist, és most itt önök előtt a legjobbakat tünteti ki az iskola igazgatója ajándékkal. Az iskola legnagyobb kitüntetése a Petőfi díj. A Petőfi díj minden alkalommal, amikor kiadásra kerül, mert nem minden évben adjuk ki, olyan tanulót tisztel meg, olyan ballagót, aki 4 éven át kimagasló eredményt nyújtott, de nem csak tanulásban, hanem versenyeken, az iskola képviseletében, minden területen az élvonalhoz tartozott. Ebben az évben örömünkre szolgál, hogy kiadhatjuk ezt a díjat. Felkérem iskolánk igazgatóját, hogy adja át a Petőfi díjjal járó plakettet, az oklevelet, a könyvjutalmat és a vele járó pénzbeli ösztöndíjat a 12. A osztályból Szabó Zsuzsanna ballagónak, aki 4 éven át kimagasló tanulmányi eredményt ért el, példamutató magatartásával elismerést szerzett diáktársai körében, osztályközösségének és iskolánk egész diák életének mindvégig meghatározó személyisége volt. 2 éven át a diák önkormányzat vezetőjeként dolgozott. Az iskolánk másik nagy kitüntetése a Gacsó díj. Ezt a díjat iskolánk alapító igazgatója Gacsó László hozta létre nyugdíjba vonulásakor azzal, hogy nyugdíjának egy részét felajánlotta a legjobb eredményt elért ballagó 12-esnek. Minden évben az a tanuló kapja meg ezt a díjat, aki a 4 éven át és a 12-ben is a legjobb tanulmányi eredményt érte el. Felkérem, hogy vegye át az iskola igazgatójától a Gacsó díjjal járó oklevelet, könyvjutalmat és pénzbeli ösztöndíjat a 12. C osztályból Botos Emese. Botos Emese 4 éven át kiegyensúlyozott tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetett, jeles, majd utóbbi 2 évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A munkához való hozzáállása és szorgalma példamutató volt mindig. A társai szeretik, elismerik, megbecsülik. Iskolánk másik nagy kitüntetése a koszorús iskola jelvény. Azok a tanulók kapják meg, akik 4 éven át kiemelkedő teljesítménnyel büszkélkedhettek a tanulásban és az iskola más tevékenységeiben. Felkérem, hogy vegye át ezt a kitüntetést, a vele járó oklevelet és pénzbeli ösztöndíjat a 12. A osztályból Kis Linda Marianna, aki a középiskolás évei során példás szorgalommal, kitartással dolgozott, osztályának órákon kívüli tevékenységében is aktívan kivette a részét,
munkájával kiérdemelte ezt a kitüntetést. Ugyancsak koszorús iskola jelvényt vesz át az iskola igazgatójától, a vele járó könyvjutalmat, oklevelet és pénzbeli ösztöndíjat. A 12. B osztályból Erdélyi János. 4 éven át jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedik, szorgalmáért, kitartásáért tanárai és kollégái nagyra becsülték. A tanulmányi munka mellett sikereket ért el sportolóként is, az iskola kézilabda csapatának tagjaként fontos sikerekhez jutatta a csapattársait és az iskolát. Ugyancsak koszorús iskola jelvényt, oklevelet, könyvjutalmat és a jelvénnyel járó pénzbeli ösztöndíjat veszi át a 12. C osztályból Szabó Edina. 4 éven át jeles tanulmányi munkával érdemelte ki ezt. Szorgalma, munkavállalása példamutató volt, az iskolai diák életben is vezető szerepet vállalt. Ugyancsak koszorús iskola jelvényt, a vele járó oklevelet, könyvjutalmat és pénzbeli ösztöndíjat veszi át az iskola igazgatójától a 12. C osztályból Kicska Márta. 4 éven át jeles tanulmányi munkájával bizonyította, hogy rátermet erre a kitüntetésre. Egyénisége és személyes példája nagyon fontos volt az osztályközösség életében. Aktív szervező munkája nélkülözhetetlen volt a közösség és az iskolai diák élet munkájában. Most pedig következnek a könyvjutalmak. Könyvjutalmat vesz át a 12. A osztályból Sarkadi Zoltán, aki a tanulmányi munkában és az osztályközösségben végzett tevékenységével érdemelte ki ezt. Könyvjutalmat vesz át a 12. A osztályból Takács Renáta. A 4 év során több iskolai tanulmányi vetélkedőn szerzett osztályának elismerést, munkája megbecsülést szerzett a számára. Könyvjutalmat vesz át a 12. A osztályból Kósa Attila, aki példamutató szorgalmával a középiskolák évek során jó tanulmányi eredményt ért el. Könyvjutalmat vesz át a 12. A osztályból Földvári Tímea, aki órán kívüli közösségi munkájával, magatartásával, segítőkészségével érdemelte ezt ki. Könyvjutalmat vesz át a 12. A osztályból Újhelyi Anett, az osztályközösségén végzett odaadó önzetlen munkájáért. Könyvjutalmat vesz át a 12. A osztályból Nagy Gábor, az osztályközösségben végzett tevékenységéért. A 12. B osztályból könyvjutalmat vesz át jó tanulmányi eredményéért, 4 éves munkájáért és minden más ehhez tartozó tevékenységéért Bolla Tamás.
könyvjutalmat vesz át jó tanulmányi eredményeiért és példás magatartásáért a 12. B osztályból Szarka Mónika. Könyvjutalmat vesz át a 12. B-osztályból jó tanulmányi eredményeiért és példás magatartásáért Rácz Tibor Zoltán. Könyvjutalomban részesül a 12. B-osztályból jó tanulmányi eredményeiért és példás magatartásáért Bodó László. Jó tanulmányi eredményeiért és példás magatartásáért könyvjutalmat vehet át a 12. B-osztályból Rostás Tímea. Jó tanulmányi eredményéért és példás magatartásáért könyvjutalomban részesül a 12. B-osztályból Szarka Emese. Könyvjutalmat vehet át az osztályközösségért végzett munkájáért a 12. B-osztályból Szűcs Marianna. Könyvjutalmat vehet át az osztályközösségben végzett munkájáért a 12. B-osztályból Szilágyi Viktória. Könyvjutalomban részesül 4 éves tanulmányi eredményéért és osztályon belüli szervezési munkájáért a 12. C-osztályból Kovács Andrea. Könyvjutalomban részesül jó tanulmányi munkájáért és a közösségért való munkájáért, illetve a sporteseményeken való aktív részvételéért a 12. C-osztályból Balog Jenő. Könyvjutalmat vehet át jó tanulmányi munkájáért és a közösségben végzett tevékenységéért a 12. C-osztályból Sáfár Anett. Könyvjutalomban részesül jó tanulmányi eredményéért a 12. C-osztályból Pincés Pálma Eszter. És most a díjátadásokban egy rendhagyó pillanat következik. Ilyenkor mindig a ballagó 12-eseket szoktuk csak díjakkal kitüntetni. Most örömünkre színpadra kell hívjuk díjátvételre több olyan tanulót, aki már a szakképzői folyamon tanul, hiszen olyan országos eredményt értek el szakmai vetélkedőn. A közép-európai Broker képző alapítvány által szervezett
értékpapírpiaci országos szakmai tanulmányi versenyen iskolánk csapata a döntőbe jutva a harmadik helyezést érte el. A csapat tagjai nevelőtestületi dicséretben részesültek már az elmúlt napokban. Most megkérem, hogy jöjjenek fel a színpadra, és jutalmukat vegyék át az igazgató úrtól. A következő diákok. Fábián Róbert, 13. A. Pecske Péter, 13. A. Rádi László, 13. A. Nagy Tibor, 13. A. és Lizák Attila, 14. évfolyamos tanuló. És megkérem, hogy velünk együtt jöjjön fel a színpadra, és vegye át jutalmát felkészítő tanáruk, Póti Tamás tanár úr. Gratulálunk nekik, és további szép sikereket kívánunk. Következnek a diák önkormányzat díjai. Megkérem kolléganőmet, Nagy Tibor Zoltáné Harsányi Zsuzsanna tanárnőt, a diák önkormányzat munkáját segítő tanárt, hogy adja át ezeket a díjakat. Díjat vehet át 2 évig odaadóan lelkiismeretesen végzett diák önkormányzatot vezető munkájáért a 12. A-osztályból Szabó Zsuzsanna. Díjat vesz át a diák önkormányzat kulturális felelőseként 2 évig tartó komoly és alapos munkájáért a 12. C-osztályból Szabó Edina. Díjat vesz át 4 éven át tartó aktív szervező munkájáért a diák önkormányzat segítéséért Kicska Márta, 12. C-osztályos tanuló. Képviseleti tevékenységéért a 12. C-osztályból Cine Helga. Kedves ballagók, tisztelt vendégeink! Úgy sorolnók tovább a neveket, hiszen amíg végignézünk ezeken a fiatalokon, úgy érezzük, hogy mindenkinél tudunk olyan szép eredményt felsorolni, amiért jutalmat kaphatnak külön itt mindenki előtt. De természetesen mindig csak azoknak tudjuk átadni ezeket a jutalmakat, akik a legkiemelkedőbb eredményeket érték el. Tanártársaim nevében gratulálok azoknak, akik díjat vehettek át, és gratulálok azoknak, akik ide ballaghattak és elindulhatnak az élet felé. Gratulálok a szülőknek, hozzátartozóknak, barátoknak, akik ezen az úton kísérték őket, és tovább is velük fognak majd haladni. Kívánok mindenkinek a továbbiakban is kellemes, napos és jó ünneplést, és kérem, hogy ünnepségünk végén énekeljük el együtt a szózatot.
hogy megtisztelték üdvözlésünket.